A tanárokból álló küldöttség több napos látogatásra érkezett Szerbiába, melynek keretében a vajdasági RTV székházát is megtekintették. Látogatásunk célja, hogy megismerjük az itteni német kultúrát, de az egyéb nemzeti közösségek kultúráját is. Kedden jöttünk, meglátogattuk Belgrádban a német nagykövetséget, voltunk Karlócán a tájházban, ma pedig itt vagyunk. Nagyon tetszik a médiaház, meglepődtünk, hogy hány nyelven van itt adás. A küldöttséget Klem József, médiaházunk megbízott igazgatója üdvözölte, aki a vendégeknek bemutatta a vajdasági RTV munkáját, kiemelve, hogy a médiaház 16 nyelven sugároz műsorokat. A vajdasági rádió és televízió évek óta arra törekszik, hogy jelen legyen az európai médiatérképen. Azt hiszem, hogy ez a mai látogatás, a német delegáció látogatása hozzájárul ahhoz, hogy többet tudjanak meg erről a médiumról, amelynek a feladata az, hogy minden kisebbség számára lehetővé tegye a megfelelő információt. Ezúttal is arról beszéltünk, hogyan fogjuk ezt megvalósítani, illetve megpróbáltunk megismertetni vendégeinket a legújabb kezdeményezésünkkel, amely a Duna Média Hálózatnak a létrehozása. Amikor a küldöttség megtudta, hogy a vajdasági RTV német nyelven is sugároz műsort, az nagyban felkeltette az érdeklődésüket, mondta el Buda Hajnalka, a Német Percek szerkesztője. Hozzátéve, hogy néhányuknak a térségben is vannak gyökerei.